Szeretem, megvédem. Ez a mottoja a 2024 nyarán indított országos toborzó kampánynak. A Honvédelmi Miniszter által kezdeményezett program elsődlegesen tartalékos katonai szolgálatra keres olyan állampolgárokat, akik szeretnének tenni a hazájukért. Az országos toborzó program az elmúlt hétvégén Nyíregyházára érkezett. A keletkapujaként is szokták emlegetni ezt a térséget amely három ország határához is közel fekszik, szabolcs beregmegye megye illetve Nyíregyháza is környéke, hosszú évszázadokra visszanyúló katonai múlttal rendelkezik. A honvédeinknek a jelenléte, a katonákkal való együttélés itt, az ország keleti részében teljesen megszokott. A városba települt kettő alakulatunk, egyrészt a Magyar Honvédség vitéz Vattai a második területvédelmi ezrede, valamint a Magyar Honvédség második területvédelmi ezedének ötödik területvédelmi zászlóalja. A helyiek azt mondják, hogy jó látni a katonákat, mert a jelenlétük azt üzeni, hogy biztonságban vannak. És hogy mi kell a biztonsághoz? Többek között egy erős modern hadsereg, és mi egy erős modern hadsereget építünk, amelynek meg kell felelnie a 21. század biztonsági kihívásainak. A magyar hadsereg átalakul, az átalakítás célja egy hatékony hadsereg felépítése, ennek egyik központi eleme a területvédelmi egységek kialakítása. Az a tapasztalatunk, hogy hosszú, hosszú éveken át egy kicsi távolság tartó volt a társadalom magyar katonával a magyar honvédséggel szemben, és azon az úton indultunk el, hogy mi magunk próbálunk a társadalom közé a lehető legtöbb rendezvényen, legyen a -e sportos rendezvény, legyenek azok gasztrofesztiválok, vagy bármilyen települések által kezdeményezett falunapok, mindenhol, ahol nagyobb létszámmal találkozhatunk a megyében élőkkel, ott vagyunk, és kimondottan, ha kell célcsoportra szűrve, ha nem, akkor átlagosan, vagy nagy általánosságban, akár a munkavállalásról, akár a továbbtanulásról, vagy adott esetben most ugye kiemelt prior, a tartalékos szolgáltvállásról tartunk tájékoztatót, és próbáljuk népszerűsíteni az körében. Kertész József őrnagy szerint legfontosabb eszközük a hitelesség, amelynek megfelelve korrekt tájékoztatást adnak az elvárásokról épp úgy, mint arról, amit kaphatnak a rendszertől az érdeklődők. Ezeket átgondolva várják a jelentkezőket az irányahatsereg.hu oldalon, vagy a várbegyei irodában.